Juhász Csilla 40 éve tagja a Kapos kórusnak, azonban ennél régebben énekel. Amikor Dombóvára jött tanítani, akkor már is csatlakozott az énekkarhoz. Ez a 80-as években volt még, mondja a Kapos kórus énekese. Nagyon változó a kórus összetétele, de most már évtizede nagyjából van egy ilyen alaptagság. Szeretjük egymást emberileg is, úgyhogy nagyon különbözünk. Tényleg nehéz egy ilyen heterogén csoportban lenni, ugyanakkor az, hogy mindannyian énekelni szeretünk, az azért mégis egy ilyen közös pont, és akkor egyébként is elfogadjuk egymást emberileg. Az idő múlásával az egyházműveknél a hangok hosszabb megtartása kicsit nehezére esik, mondja a kórustag. Szívesen énekel klasszikust, de az újabb, könnyedebb műfaj előadása is öröm számára. Szeretem most ezt a modernebb repertoárt is, szerettem a mise darabokat, amiket énekeltünk, a kíséreteseket, tehát tulajdonképpen engem nincs olyan igazi kedvencem. Mindig van a repertoárban egy-kettő olyan, amit különösen szeretek. Most például az Ave Máriát szeretem Caccinitől, mert nagyon populáris, szívesen hallgatja a közönség is. Szeretem az Indis Heartot, ami meg egy Sinéad O'Connor dal, de énekeljük a Csodálkozást, ami egy József Attila vers, azt is szeretem. Tehát valójában a mai repertoárban nagyon kevés olyan darab van, amit nem szeretek, de nyilván mindig van olyan. A Kapos kórus 2022-ben ünnepelte fél évszázados jubileumát, amelyet egy nagyszabású koncerttel, vendégkórusokkal és fellépők közreműködésével tartottak meg. Emlékeztetett Markovics Gábor, a Kapos kórus karnagya és művészeti vezetője, melyet volt tanárától, Kertész Attilától vett át közel 3 évtizede. Ha a kórus múltját megnézzük, akkor rendkívül színes versenyekkel, találkozókkal, helyi rendezvényekkel való fellépések díszítik, külföldi utak, rengeteg külföldi úttal találkozunk a kórus története során. Hogy a kórus összetétele abban az esztendőben, illetve azt megelőző esztendőben, amikor alakult 1972-ben, akkor az Énekzenei Általános Iskola tanára alapította az akkori ének tagozatos növendékekből, illetve azokból a növendékekből, akik már végeztek az iskolába. És hadd mondjam el örömmel, hogy még mindig van olyan tagunk, aki az alapító tagok közül énekel a kórusban. Tehát ez nagyszerű dolog. A jelenlegi tagok, azok általában az értelmiségi szférában dolgoznak, tanárok, tanítónők, óvónők, tehát akik valamilyen módon a kultúrával és a zenével egy picit közelebbi kapcsolatban álltak, de vannak olyan tagjaink, akik a hétköznapi munkás élet mellett vállalják a heti 2 próbát. Repertoárjuk színes, az egyetemi kóruskultúra a magyar 20. századi kortárs műveken át szinte mindent énekelt a kórus az elmúlt 50 év alatt. A mai koncertükre, hogy átkapcsoljak, egy picit egy ilyen best-of összeállítást hallhatunk ma.
amelyben a cappella művek és megtalálható kíséretes művek is, zongora, illetve nagyon finom pici ütős kíséret is van. Tehát ütőhangszereket is hallunk ma, amivel színesítjük a műsort. A Kapus Kórus számos helyen fellépett, Magyarországon és a határon túlon is. Díjak, minősítések kísérik végig pályafutásukat. A nyárköszöntő hangversenyt Dombóvár Gunarason a Szent Gergely kápolnában rendezték meg.